Még a fideszes szavazók 47%-a is egyetért a tanárok tiltakozásával, ez derül ki a Publikus legfrissebb felméréséből, amelyet a Népszava megbízásából készítettek. Polai Andrással, az intézet vezetőjével erről is, és a másik kutatásukról is beszélünk, amelynek az lett az eredménye, hogy a magyarok többsége szerint Orbán Viktornak keményebben ki kellene állnia Oroszországgal szemben. Köszöntöm. Szép napot. És kezdjük akkor talán a legfrissebbel. Most ugye mától, hétfőtől több iskolában is folytatódik munkabeszüntetéssel a hét. Úgy tűnik, hogy nem csitul a mozgalom. Önök mire kérdeztek rá, és mire jutottak? Hát általában vizsgáltuk a tanár tiltakozását, illetve a tanársztrájkot, és arra jutottunk, hogy hát elég nagy a támogatottsága. Egyébként mindig is az volt, mindig alatt az elmúlt sok évet értem, mert már a 2018-as választások előtt is voltak tanártiltakozások, és már a parlament előtt akkor 20-30 ezer tüntetések voltak, és már akkor sem többség egyetértett. Na most ez azóta csak növekedett. A most hónap legvégén, tehát október legvégén készített kutatásunk szerint a egyértelmű többség 18 fő, tehát 80% támogatja a tanároknak a tiltakozását, és 18% az, aki nem támogatja, tehát összesen 2% az, aki nem tudott, nem válaszolt erre a kérdésre. És ez úgy néz ki pártos bontás szerint, hogy az ellenzéki szavazóknak a 98%-a támogatja, illetve a bizonytalan szavazóknak is a 81%-a támogatja. Ahol van némi bizonytalanság ebben a kérdésben, az a Fidesz-KDNP szavazói, ott kb. 50-50 az arány, 47% támogatja és 50% nem támogatja a tiltakozását, de a legnagyobb változás pontosan ebben a csoportban volt. Ezt a kérdést kutattuk az október legvégéhez képest körülbelül 3-4 héttel korábban, október legelején is, és akkor a Fidesz szavazóknak mindössze 33%-a támogatta a tanároknak a tiltakozását, tehát kb. Kicsivel kevesebb, mint egy hónap alatt 14% ponttal növekedett a Fidesz szavazók körében a tanárok tiltakozásának a támogatottsága. Akkor összességében, hogyha jól értem, az elmondható, hogy egyre többen támogatják a tanárok melletti kiállást? Így van, egyre többen támogatják. Nyilván az ellenzéki szavazók körében nagyon nehéz egyre többen támogatni, hiszen 98%-ot. Ki van maxolva szinte. Nagyon nehéz növelni. A bizonytalanok körében is volt egyébként egy 4-5% pontos növekedés, tehát az is a 70-esában volt, hogy most felment a 80-as sávval jára, de az érdemi növekedés az a Fidesz szavazók körében figyelhető meg, így van. No, feltettek olyan kérdést is, hogy egyetértenek-e azzal, a megkérdezettek, hogy a tanárok magasabb fizetést kapjanak. Itt létezik olyan, aki erre a kérdésre azt mondja, hogy nem? Hát létezik, például a Fidesz szavazóknak a negyede, ugye 21%-a, de a bizonytalan szavazóknak is 8%-a, de azért itt mindegyik társadalmi csoportban elég egyértelmű többségben van azok, akik azt mondják, hogy igen, körülbelül 90%, 89% mondja azt, hogy kapjanak magasabb fizetést. De egyébként itt is volt érdemi elmozdulás, hogy ezt is vizsgáltuk még az elmúlt időszakban többször is, egyébként nem csak egy hónap ezelőtt. És akkor azért a Fidesz szavazóknak körülbelül a fele azt gondolta, hogy talán nincsen szükségük magasabb fizetésre. Ugye nyilvánvalóan olyan érvek hangoztak el az ő oldalukról, hogy nem végeznek elég jó munkát, mások sincsenek jól megfizetve, tehát ezek voltak azok a fő meghatározó ilyen érvcsoportosulások, ami mentén a fideszes szavazók döntést hoztak. Nyilvánvalóan nem tudjuk figyelmen kívül hagyni az elmúlt hetek, hónapok tanár tüntetéseit, és illetve diák tüntetéseit, megmozdulásokat a tanárok érdekében. Az egyik oldalról, a másik oldalról pedig nyilván az sem, hogy azért most már az infláció az a Fidesz szavazók körében is egy elég egyértelmű és magasan érzékelt jelenség. Ugye kicsikét oldalágon azt elmondom, hogy ezért a Fidesz szavazók folyamatosan kevesebb inflációt érzékelnek, mint az ellenzéki szavazók. Az országos infláció érzékelési átlag az kb. 40%, ugye a mért Nemzeti Bank által nyilvánosított inflációs adat az 20%. Most a Fidesz szavazók kb. Ennek a 40%-nak a felét érzékelik, hogy az ellenzéki szavazók meg a bizonytalan szavazók azért ennél szignifikánsan többet. Na de most már ezzel ők is valamennyire felkezdtük érzékelni, és nyilvánvalóan ez abba az irányba lökte őket, hogy azt gondolják, hogy hát igen, akkor egyetértenek az, hogy a tanárok magasabb fizetést kapjanak. Igen, szinte akkor válaszol is, hogy egyébként ön elemzőként hogyan látja, hogy mi lehet az oka ennek a típusú elmozdulásnak, de oka az is egyébként, hogy ezek a megmozdulások nem csitulnak, úgy tűnik, hogy ugyanúgy látjuk az utcákon őket, amikor mondjuk élőláncot alkotnak, vagy elmennek tiltakozni. Tehát mi lehet a politikai oka, mert a gazdaságit akkor értem.
Igen, igen. Szerintem politikai oka kettő van. Az egyik az az, hogy igen, ez egy elég látványos tüntetés adat, ami most már tényleg hónapok óta zajlik, sőt, igazából már a választások előtt is, már 22-es választások előtt is zajlott. Tehát ugye ez nem múlik el nyomtalanul. A másik pedig az az, hogy ennek ez a médiatérben is megjelenik, tehát a fideszes média nyilvánosan, és a fideszes médiatérben is megjelennek ezek a tüntetések. Már akkor a súlyuk van, hogy nem tudnak nem megjelenni, és nyilván ennek okán a fideszes szavazók is hát elkezdenek a téma után érdeklődni, és hát rájönnek, hogy bizony a tanároknak, vagy egy részük rájön, hogy bizony a tanároknak, illetve a diákoknak, illetve hozzájuk csatlakozó szülőknek van, vagy lehet igazuk ezekben a kérdésekben. Szóval szerintem a reál folyamatok, illetve a reál folyamatoknak a nyilvánosságbeli reprezentációnak, vagy a megjelenítésének az átalakulása egyszerre hat politikailag. Pont. Menjünk tovább a kérdésekben. Feltették azt a kérdést is, hogy ugye akik egyetértenek azzal, hogy mondjuk emeljék a tanárok bérét, azok mit gondolnak azzal, hogy átlagosan mennyivel kellene emelni a tanárok bérét. Itt ez összhangban van azzal egyébként, amit ők vagy mondjuk a szakszervezetek követelnek? Mire jutottak? Hát részben, bizonyos társadalmi csoportokban összhangban van. Ugye összességében 100 000 fölötti emelést látna jónak az, aki egyébként emelni a tanároknak a fizetését. Ugye akkor most már tudjuk, hogy a lakosságnak majdnem a 90%-a. Nyilvánvalóan azért egy szignifikáns emelés, egy kicsit azért még mindig alacsonyabb az átlagos emelési szint, mint amit a tanárok, illetve a tanárszervezetek szeretnének. Ugye 48% szerint 100 000 fölött kéne emelni, és 3% mondja azt, hogy legfeljebb 30 000 forinttal, a többség az a kettő között van, hogyha ebből számolunk valamiféle átlagot, ami nem teljesen nyilvánvalóan számolható, mert nyilvánvalóan intervallumokról beszélünk a kutatásban, akkor azért azt látjuk, hogy ilyen 50-100 000 forint közötti átlagos béremelést áraz be a magyar szavazó. Nyilvánvalóan az ellenzéki szavazó magasabbat, 62% mondja azt, hogy 100 000 fölött kellene emelni. A fideszes szavazónak pedig a 25%-a mondja ugyanezt. Tehát azért ez a pártos differenciálás, ez a pártos különbségtétel azért itt is megjelent. Még egy fontos kérdést is feltettek, hiszen ugye a tanárok nem csak mondjuk fizetésemelést követelnek, hanem több pontja van annak, amit szeretnének a szakszervezetek elérni, és az egyik például az, hogy nagyon erős munkaterhei vannak a pedagógusoknak, erre is rákérdeztek. Itt mit mutatott a válaszadóknak a válasza? Hát itt 3/4, akarom mondani, 2/3 mondja azt, hogy egyetért azzal, hogy csökkenjenek a tanároknak a munkaterhei, egészen pontosan 64%. A minden szavazócsoportban többségben egyébként, aki azt mondja, hogy csökkenjenek ezek a bizonyos terhek. Elég szakpolitikai kérdésről van szó, de mégis van pártos törésvonal. A ellenzéki szavazóknak a 85%-a gondolja ezt, a fidesz szavazóknak pedig a 43%-a. Itt is többség van, ugye, mert 37% nem gondolja ezt eképpen. A bizonytalan szavazóknak pedig közel 60%-a mondja azt, hogy érdemes csökkenteni a tanárok terheit. Ugye ez önmagában is érdekes, de szerintem azért is érdekes, mert hogyha kicsikét a politikai követelések szintjéről kinyitjuk ezt az egész témát és a részt, mélyebb szakpolitikai vonalakat is elkezdjük vizsgálni, amit nem most vizsgáltunk a legrészletesebben, de azok az adatok összevágnak a mostanatok, ezért bátran idézem a korábbi hónapokban mért számainkat. Abban azért azt látjuk, hogy azért a tanárok szakpolitikai elképzeléseivel is egyetértenek a szavazók, akár még a fidesz szavazóknak a enyhe többsége is, és ez egy nagyon komoly megtámasztás jelent szerintem az ő követelésüknek, az ő sztrájk kezdeményezésüknek, és azt jelenti, hogy nem csak egy politikai, hanem egy szakpolitikai támogatottságuk is van. Még egy szintet behoznék, ezt a múlt hónapban kérdeztük, ebben a hónapban nem. Mit tenne akkor, hogyha a sztrájk miatt a gyermekét nem tudná iskolába vinni, kérdeztük a szülőktől, akiknek olyan korú gyermekük van, akik érintettek lehetnek ebben a történetben, és 75% azt mondja, hogy őt ez még ez se zavar, ő ezt megoldja. És fontosnak tartja, hogy ezek a dolgok úgyis, mint a tanároknak a követelései megoldódjanak, még akár olyan áron is, hogy ez neki személyes, illetve a gyermekének, illetve a családnak személyes nehézségeket, kellemetlenségeket okoz. Szóval ezek összessége az egy nagyon erős alátámasztottságot ad a tanár követeléseknek.
Hogyha megengedi, akkor beszéljünk egy másik felmérésükről is, ami szintén hát számunkra talán, vagy számomra meglepő eredményeket hozott. Kíváncsi vagyok, hogy önnek meglepetés volt-e. Ugye itt az derült ki, szintén a Népszavának készítették, hogy a magyarok többsége szerint Orbán Viktornak keményebben ki kellene állnia Oroszországgal szemben, holott azért korábban nem volt ennyire erős ez a vélemény. Sőt, a korábban ez egy kisebbségben lévő vélemény volt, leginkább kisebbségben a választások hetében volt, 22 áprilisában, akkor 51% mondja azt, hogy nem kellene keményebben kiállni, és 35% mondta azt, hogy keményebben kellene kiállni. Most ez megfordult, és 57% mondja azt, hogy keményebben kellene kiállni, és mindössze 35% mondja azt, hogy nem kellene keményebben kiállni. Látjuk azt ebből az adatból következően is, de más adatból következően is, hogy azért van egy erős ukrán barát fordulat a magyar politikai nyilvánosságban, és hát ez bizony megjelenik a politikai mértékválasztók körében is. Itt mikre kérdeztek rá? Például erre, de vizsgáltuk ugye azt is, hogy mondjuk a Ukrajna megtámadása Oroszország által az a választadó szerint egy agresszió, vagy valamiféle védekezés Oroszország részéről, és itt is azt látjuk, hogy az ukrán barát fordulat mintázatai jelen vannak. Legalacsonyabban egyébként áprilisban mondták azt, hogy az agresszió, akkor 56% mondta ezt, most 69. Tehát látjuk, hogy itt is van egy 14% pontos elmozdulás az ukrán barátabb irányba, miközben azok aránya, akik szerint ez egy védekezés, az érdemben csökkent 25-20%-ra, és egyébként ennél nagyobb arányban csökkent a bizonytalanoknak az aránya 20-12%-ra. Nyilvánvalóan itt is van egy pártos törésvonal, de már nem olyan erős, mint korábban volt. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz szavazók azok, akik ebben a kérdésben is mozdulnak. Az ellenzéki szavazóknak a 94%-a szerint agresszió, Oroszország agressziója, és a Fidesz szavazók körében pedig itt is 50-50 az arány, 43%-42% ellenében. Itt egyértelmű többségben voltak azok a Fidesz szavazók körében, akik úgy gondolták, hogy ez inkább érdekezés az orosz szavazók, az Oroszország katonai egységei részéről, és az nyilván érdemben megváltozott az utóbbi időszakban. Jó, hogyan látja, hogy olyan események, mint például a kormányzati plakátkampány vannak hatással az ilyen típusú válaszokra? Vagy amikor mondjuk ilyen brüsszeli események vannak, egy újabb szankciós csomagnak a meg vagy meg nem szavazása, vagy ennek rebesgetése, vagy igazából pusztán az, hogyha, és akkor nyilván csak a Fidesz-KDNP-s kormánypárti szavazókról beszéljünk, mert ha jól értem, az ellenzéknél körülbelül mindig minden kérdésben egyértelmű a válaszuk szinte, de ott azért mégis a kormánypárti szavazóknál van elmozdulás ilyen témában is. Hát igen, ugye ez azt mutatja, hogy nem teljesen hatékony a kormányzati propaganda ezekben a kérdésekben, nem tud teljesen hatékony lenni. De mind a kettőnek, és mind a három esetben, amiről most egyébként ugye beszélünk, ugye a tanárok esetében is, az orosz-ukrán viszonyrendszerben is, meg mondjuk a brüsszeli szankciók esetében is, szerintem ennek alapjaiban fundamentális okai vannak, fundamentális alatt az alapvető reál folyamatokat értem. A tanárokról már beszéltünk, ugye az orosz-ukrán helyzetben azért most már így teljesen egyértelmű, hogy az orosz az ukrán ellenállás az annyira erős, és annyira felőrlő hatással van az orosz támadásra, hogy hát ez bizony visszahat a hazai politikai folyamatokra, és nyilvánvalóan az, hogy mondjuk az oroszok által elfoglalt legnagyobb várost, ugye pont most a 11-én ugye az ukránok visszafoglalták, ez nem egy olyan dolog, amit a fideszes sajtó el tud titkolni a Fidesz szavazók elől, és nyilvánvalóan ez visszahat az Orbán kormány háborús politikája, illetve az Orbán kormány orosz barát politikájának a megítélésére. Úgy is, mint hogy ugye, hát ugye, hogyha az oroszok egyszer rosszul állnak ebben a történetben, akkor a szavazó is elkezdi átértékelni ezeket a folyamatokat, és szerintem most ennek lehetünk tanulni, emellett természetesen annak is, hogy bizonyos külső és belső nyomásokra az Orbán kormánynak többször el kellett mondani és el kellett ismételnie, hogy ő is Oroszországot tartja ebben a folyamatban agresszornak, és nem tudja azt a propagandát tolni, amit egyébként tudott tolni mondjuk a választási időszakban, amikor a lényegében a kritikus egy hétben ugye csak arról szólt a kormányzati kommunikáció, hogy az ellenzék a
ami fiainkat azt a frontra akarja tolni, és nyilván volt egy csomó választó, aki ezt egyébként el is hitte abban az időszakban. Szóval hogy ezt most már nem lehet megcsinálni, nyilván nem függetlenül a reál folyamatok változásától, de nyilván nem függetlenül egyébként a belső folyamatoknak a változásától is. És ugyanez van a harmadik esetben is, a brüsszeli szankciók megszavazása, nem megszavazása, konzultáció, bombás plakát, stb. Kérdéskörben is, hogy hát azért csak mégis csak megszavazta az Orbán mind az első, már a miniszterelnök mind az első 8 szankciós csomagot, és bár egyébként a Fidesz szavazóknak a fele erről nem tud, de a másik fele erről tud. Ugye látszik azt, hogy mennyire, az mégis csak relatív mennyire hatékonyan működik a hivatalos kommunikációs gépezet, de a másik fele azért erről tud, és amikor nyilván miért megmondjuk nekik a kutatás során, hogy hát ön bizony rosszul tudja, mert a miniszterelnök ezeket megszavazta, ennek tükrében hogy gondolkodik mondjuk a konzultációról, akkor nyilvánvalóan ez azért befolyásolja a szavazóknak a véleményét, és nyilvánvalóan ez hatással van az egész szankciós politikának a megítélésére is. És ismét nem tudunk kimozdulni rá folyamatok elől. Amikor azt kérdezzük a választóktól, hogy mondjuk ez a bombás plakát hitelesen vagy hamisan ábrázolja a kialakult helyzetet, akkor viszont akkor egyértelmű többség azt mondja, hogy ez bizony hamisan ábrázolja szerintük a kialakult helyzetet. Magyarul ez a plakátkampány sem tud olyan sikeres lenni, ezen objektív okokból kifolyólag, mint mondjuk a korábbi plakátkampányok voltak. Mint ahogy olvasom az erre vonatkozó felmérésüket is, és ugye amikor meg kell becsülni, hogy szerintem mennyibe kerül például a nemzeti konzultációnak a kivitelezése, ott sem nagyon találják el az emberek az összeget. Illetve hát számomra az is meglepő, és akkor erről is beszéljünk egy mondatot, hogy a válaszadóknak a kétharmada nem tartja fontosnak, hogy nemzeti konzultációt tart a kormány. Ebben azért vannak kormánypárti szavazók is. Így van, ebben elég sok kormánypárti szavazó van, de akkor időrendésben haladjunk az árakkal, azokkal kezdjük. Ugye Ujjás Gergely maga mondta, hogy 6-7 milliárd forintba fog kerülni ennek a konzultációnak a kivitelezése. Nem tudjuk, hogy a plakátkampányban benne van, vagy nincsen benne, de nyilván van ez egy meglehetősen magas összeg. És hogyha a Fidesz szavazókat nézzük, akkor mindössze 8% mondta azt, hogy szerintük 5 milliárd forintnál többbe fog kerülni, és 20%-uk mondta azt, hogy legfeljebb 1 milliárd forintba fog kerülni. Hogyha az átlagát nézzük a Fidesz szavazóknak, akkor szerintük körülbelül olyan 2-3 milliárd forint körüli összebe fog kerülni a konzultáció, ami az kicsivel kevesebb, mint a fele annak, amit egyébként Gulyás Gergely maga bevallott. Az ellenzéki szavazók körében nagyjából duplája ennek az összegnek a vélt költség a konzultációnak. Szóval igen, emellett nem tudunk elmenni észrevétlenül, és persze igen, arról sem, hogy hát ez vajon fontos-e, vagy nem fontos, és hát ugye azt is itt látjuk, hogy hát a többségük szerint egyébként nem fontos, ami valamennyire talán újdonság, de hogy igen, ezek is azok a reál folyamatok, amelyek hát kevésbé teszik sikeressé, vagy lehet, hogy sikertelenné, még nem látjuk a végét ennek a történetnek, ezt a konzultációs folyamatot, mint ahogy egyébként, meg ezt a plakátkampányozott, mint ahogy egyébként mondjuk a, nem tudom, 4000 ezelőtt itt tették. Hogyan látja egyébként, hogyha marad ez a gazdasági helyzet, bár ugye ki lett adva Orbán Viktor részéről, hogy csettintésre felezzék meg például jövőre az inflációt, de ha esetleg ez mégsem jön össze, és mondjuk összén a 25%-os infláció, amelyet már maga Nagy Márton is pedzeget, tehát hogyha maradnak ezek a folyamatok, akkor látható lesz ez az önök mérésében, és egy ilyen kvázi elfordulás vagy elégedetlenség? Hát ugye utoljára Erdogánnak nem jött be, ugye török elnöknek nem jött be az infláció csettintése való csökkentés, ugye ott még a magyart is lepipáló körül 70%-os infláció van, ami egyébként a világon jelen pillanatán az egyik legmagasabb, de ugye ez is mutatja, hogy nyilván ezek a folyamatok nem így működnek, mások az is, mint amikor Orbán Viktor kérte ezt a parancsot, akkor utána a következő inflációs adat az rosszabb lett, mint az előzős, ugye 20%-ról 21, vagy majdnem 22%-on növekedett az infláció mértéke. Én biztos vagyok benne, ez látható lesz, olyannyi, hogy szerintem már valójában látható. Tehát amikor fontosan mérjük az érzékelt inflációt, ami az év elején, sőt a tavalyi év végén körülbelül 20-30%-os sávban volt, ott a szemet a 40-50%-os sávban évvég alapon. És amikor megkérdezzük a választóktól, hogy vajon ezt ígérte neki az Orbán kormány, akkor a 80% azt mondja, hogy nem ezt ígérte. Nyilván 80%-ban levezethető az, hogy ebben nagyon sok fideszes szavazó is van.
vagy ugye ex-fidetes szavazó, aki most már a bizonytalanok körében van, mert azt is tapasztaljuk, hogy hát azért van egy érzelmi lecsorgás a Fidesz szavazó köréből. Körülbelül 7-800 ezer szavazóval csökkent a Fidesz bázis a választások utáni hónapokhoz képest, amikor azért megtartotta a választásokkor szerzett meglehetősen magas támogatottságát. Mondhatjuk azt, hogy van honnét csökkenni ennek a támogatottságnak, de azért a 7-800 ezer fő azért az figyelemre méltó mennyiség, és én azt gondolom, hogy pontosan erre az erózióra, erre a politikai erózióra adott politikai válasz a Fidesz részéről a nemzeti konzultáció, illetve a plakátkampány, amiről pont az előbb fejtettük ki, hogy valószínűleg ez nem tud olyan hatékony lenni, mint az ott esetben a korábbiak, hiszen egy érdemi szociális válsággal kell szembenéznie a kormánynak, és addig, ameddig mondjuk Soros György egy absztrakt ellenség volt, és őt az ördöggé lehetett maszkírozni 100-120 milliárd forint elköltésével, addig mondjuk az emberek bőrén, pénztárcáján, rezsiszámláján, az esetben a fizetésén, ugye a katásokra gondolok, akik ugye adómeréssel szembesültek, és a boltokban tapasztalt árakon érzékeli az ember a valódi problémákat, meg a választóknak a kb. 90%-a, mert van annyian mondják azt, hogy érzékelik az inflációt, meg az összes többi folyamatot, akkor ezt néhány plakáttal azért sokkal nehezebb megoldani. Tehát nem egy absztrakt, nem egy kitalált, nem egy falra felfestett ellenséggel néz szembe a kormány, hanem nagyon is komoly szociális problémákkal, és amikre egyébként nagyon komoly szociális megszorításokkal válaszol. Polai András, a Publikus Intézet kutatási igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm is.